A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit. Mai adásunkban ünnepelünk, mégpedig az Alba Régia Tánc Együttes 1949-ben alakult, tehát ebben az esztendőben köszönhetjük 75. születésnapját. Vendégem pedig Botos József, aki 55 esztendőt töltött el művészeti vezetőként a Tánc Együttes minden egyes pillanatát. A-tól Z-ig tudja, és én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos ünnep. Egyébként hozzátenném, hogy megkezdődött az ünnepi programsorozat, hiszen egy fantasztikus kihálítással, videókkal minden, ami hozzátartozik és ami fellelhető, és emellett pedig a szombaton, amelyről a Paletta magazinban és a Híradóban is már beszámoltunk, Szóbeszéd címmel egy beszélgetés sorozat, illetve Mundruc című filmet vetítették Sztanóhédi rendezésében. Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos pillanat. No, hát negyed század, illetve 75 esztendő és 55 év az életedből. Kezdjük talán azzal, hogy ahogy te fogalmaztál, a megyei első osztálytól Európa-bajnoki címig jutottatok. De milyenek voltak a kezdetek? Hiszen a 70-es években a táncházmozgalom nagyon sokat segített abban, amikor elindult, hogy egyáltalán a népi együttes, illetve a magyar népi kultúra fókuszba kerüljön. Szeretettel köszöntöm a nézőket. Hát a kezdetek már a Levente mozgalomtól lehetne datálni tulajdonképpen, mert a Turzó Gerő és Fekete Ferenc már akkor elmentem az mozgalomba, a Fehérváron tánccsoportokat működtetett. Tehát aztán háború után a MÁV táncegyüttese folytatta ezt a hagyományt szintén velük, és abból, amikor Muharai Elemér, a híres Népészeti Intézetnek akkor igazgatója jött le Fehérvárra, és a Köztársaság moziba tartott egy lelkesítő előadást. Akkor ezek a fiatalok ott voltak ezen az előadáson, és belelkesültek, hogy na, újra kéne ezt az egészet. Nagyon fontos lett abban az időszakban a népvészeti mozgalom, és akkor kezdték ezt újra felerősíteni. És hát 49-re lehet úgy körülbelül datálni azt, hogy ez most már biztos, mert akkor már pontosan próbáltak, és minden vezető egyéb megvoltak. Addig is közben valahol mozgolódások voltak mindenféle csoportokban, de kevés híradás van azokról, és kevés forrás. Úgyhogy Szabó Lajos, aki az együttes első történetét írta meg, az datálta erre az időt, mondta, hogy akkor is ezt fogadta el mindenki. Tulajdonképpen központi együttesnek nevezték magukat akkor, mert hogy a több tánccsoportból hozták össze ezeket a táncosokat, és hát ez lett a nevük, és működött. Hát nagyon nehézkesen, mert 51-ben már az újságban megjelent egy cikk, hogy egy tánccsoport gazdát keres, Mugádi Lajosnak a cikke, ami hát kicsit felrázta, úgy látszik, a közvéleményt, mert aztán az István teremben, amikor még romos állapotban volt, az Adi terem, a cserepek összetörve, meg szóval minden szemét a háború után még ott volt, és takarították ki ezek a táncosok, hogy legyen egy helyük, és akkor abban dolgozgattak így 54-ig körülbelül, mert aztán ezek a vezetők, táncosok vezetővé váltak. Akkoriban a Székesfehérváron minden vállalatnak, minden kereskedelmi egységnek, minden szövetkezetnek kellett, hogy tánckultúrcsoportja legyen. És ebben a kultúrcsoportban ének, a színjátszás és a tánc volt a fontos. És hát kevés volt a táncoktató, vagy egyáltalán a vezető ember, aki tudta, azt csinálta. És akkor mindenki azzá vált. De hát el lehet képzelni, hogy mindenféle forrásanyag, mindenféle tudás nélkül, akik neki járnak táncsoportokat csinálni akkoriban. De hát azért a lelkesedés az óriási volt, és nagyon Rábai Miklós koreográfiáit táncolták általában az állami népi együttestől, annál is inkább, mert a Tarci Zoli és a Tarci Lassi
az Állami Népegyüttes híres táncosai, a Laci 20 évig volt annak a híres ecseri lakodalmasnak a vőlegénye. Például mondta, hogy 3 mennyasszony fogyasztott el ez alatt, az idő alatt. No, ez a... Mentek a fiatalok, visszajártak, és azokat a táncokat, amit az Állami Építés táncolt, visszatanították, segítettek ebben a munkában, és akkoriban ezek mentek. És hát mentek a falujárások akkoriban, és hát nagyon-nagyon büszkék voltak az ő, ami valamennyien a teljesítményükre, és a mai napig, és illetve hát most már sokan elhaltak, még én értem, mindig emlegették nekem ezeket az időket. Aztán 54-től, ha megalakult a KPVDS táncegyüttes, ez a kereskedelmi vendéglátói dolgozóknak a csoportjaiból vonták össze, mert hát sok kis csoport volt, de nagyon kevés lehetőséggel, és ezért inkább látták az összevonás szükségességét. Ugyanez még tovább, 58-ban, 59-ben megint kínlódtak ezek a csoportok, csoportvezető hiány is, meg anyagiak okán is. Hát, és hát megint összevonultak, de ugyanazok az emberek tulajdonképpen mindig. És akkor ezt létrehozták, akkor a első Fejér megyei népegyüttes, annál is néha, mert 61-ben megalakultak a művelési központok. És akkor a művelési központok szerepe volt, hogy fogja össze ezeket a művészeti csoportokat, és mind a színjátszás, mind a kórus, mind a táncegyüttesek területén a legjobb szakembereket összehozták ott, és ők adjanak továbbiakban módszertani tanácsokat, fogják össze és alakítsanak együtteseket és vezető csoportok, akik mintául szolgálnak a többieknek. Igen, hát a Fejér megyei népi együttes ez egy fontos pillanat volt nyilvánvaló, van, mert el lehetett indulni. És akkor elkezdődött ez a munka, attól kezdve igazából nagyon komolyan, a komoly költségvetést kaptunk, és akkor már utánpótlás csoportok lehettek, szóval egy komoly munka kezdődött tulajdonképpen akkor. És hát az élet az alakította mindig tovább ezeket a dolgokat. Elkezdődött kb. 70-ig ez a fajta munka, amit a Fejér megyei népegyüttesben csináltunk, de hát a központiból és a más együttesekből jött fiatalok, hát azért már katonaság, házasság és minden egyben az élet elvitte őket, másfele muszáj volt fiatalítani. És akkor volt egy nagyon kiváló vasvári iskolából, a Karszagé, Vanéni és hát mások a középiskolákból, a Széchenyi gépipari technikumból, akkoriban más iskolákból, a fiatal tehetséges táncosokat sikerült oda csábítani az együttes, ezt már én vállaltam fel, hogy szedtem össze ezeket a fiatalokat, mert nagyon megfogyatkoztunk. Ugye a 70-es évek közepét írjuk körülbelül, hiszen a 77-től már Albarégia táncegyüttesről beszélünk, és én még nagyon is jól emlékszem, hogy a megyei művelődési központban, tehát a Liszt Ferenc utca 1-ben voltak a próbák, ahol te magad is dolgoztál, és az már egy nagyon komoly csapat volt. Hát a 70-es évektől ezzel a fiatal csapattal, akik az a vasmári csoportból meg máshol oda kerültek, olyan tehetségesek voltak, és annyira nagy lendületet adtak ennek a... És mi is akkor végeztünk, a Ortobágyi Béla, a Ortobágyi Pista, Albonyi Kati, ezt a felsőfokú tanfolyamot, ami akkoriban volt, akkor nem volt főiskola még, akkor volt ez a legmagasabb képzés az országban. És mi ezzel a fiatalos lendületvel együtt a mi lendületünkkel elindult egy hatalmas munka. Egy reneszánsza volt akkor ennek az egésznek, és hát akkor a repülőpáváktól kezdve a televíziós felvételékig a külföldi utak kezdtek jönni, és mikor Vásárhelyi Laci barátom, Jóska azt mondja, hogy egy kimondhatatlan nép külföldön, hogy Székesfehérvár, nem tudják kimondani, meg hogy Fehér megyei, azt se tudják kimondani. Választatok már egy komoly nevet, mert külföldre járásunk elkezdődött ezzel, és hát ezt muszáj volt akkor megcsinálni, és hát a megye és a város vezetőinek az engedélyével pontosabban hát kértem őket, hogy járuljanak ehhez hozzá, és akkor lett Albarégia táncegyüttes. Viszont egy nagyon-nagyon fontos adalék ehhez a táncházmozgalom. A táncházmozgalom mennyit segített abban, hogy a népi kultúra megőrződjék a segítségetekkel nyilván, és egyre többen, hiszen azért emlékszünk,
a hihetetlenül népszerű lett, és nagyon gyorsan. Igen, hát ez egy olyan fajta küldetés volt. A 70-es években a televízió is felvállalta a repülőpávát, aranypávát, tojáspatkolóféle műsorokat. Aztán a Szivárvány nemzetközi műsort Szovjetunióban mentek ki ezek a lányok, például is nyerték meg akkor ezt a nemzetközi Szivárványdíjat. A Kásó Pista volt ennek a vezetője. Aztán Pesovár Feri került oda a néprajzi tanácsadónak, ez a mindakkor volt is. Akkoriban ez elindult, a táncház mozgalom, aztán pláne segítette ezt az egészet, és akkor jött a különböző Mákvirág együttes Budapestről, akik a Székesfehérvár népzenéjét alapozták meg tulajdonképpen. Aztán Lejfeli, mivel velük játszott, kinőtt belőlük, és akkor ő folytatta ezt, és szóval egy reneszánsz időszaka volt, mondhatom, ez egészen a 95, meg mai napig. Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hiszen közben megalakult az Albarégi Alapfokú Művészeti Iskola neked köszönhetően elsősorban, ami azt hiszem, hogy iskolai keretek között, tehát hivatalosan is segített abban, hogy különböző generációk egészen a töpörtyüktől a nagyocskákig elkezdjenek néptáncolni. Hogy sikerült ezt megvalósítani, hiszen ehhez egy olyan tanári kultúra is kell, akik, és elsősorban tehát felnövekvő nemzedék, akik veled együtt a segítségeddel, irányításoddal megvalósítsák ezt. Hát ezek mindegy egy mérföldkő volt, valóban. Tehát amikor még sikereink jöttek, ugye, és egész országban kérték a szakembereinket például, és hát sorba a Gazdag Bélától, a Török Sanyitól, a Gálbertől, a Hánkak, és is sorolhatnak nagyon sok embert, Hortobágyiből, Hortobágyi Pista, vitték az országba őket mindenfele, hozzák együttesekbe, és jöttek a mi fiataljaink, előtérbe kerültek, helyükre kellett valaki, akkor mindig újabbak és újabbak nőttek ki, ez így történt a mai napig így történik. Muszáj volt kialakítani az iskola rendszert. Lehetőség lett arra, az országban megalakultak a művészeti iskolák. Ugye ebben kellett lépni. Hát meg kell, hogy mondjam, hogy szomorú vagyok ahogyben, hogy akkor Székesfehérvár sem megyen, nem igazán támogatott bennünket ebben. És hát a hangszintén művészeti iskolába kellett először kezdenünk, amit mai napig is köszönök nekik. Lovrányis Józsi volt, aki ebben közreműködött. Aztán jöttek az állami zeneiskolával a birkozás Borlai Rudival, aki hát akkori igazgató nagyon nehezményezte, hogy ott úgymond népi zene legyen, meg népzaltanítás legyen, de sikerült ezt is kiharcolni a megye vezetésével együtt, hogy már pedig legyen, mert Magyarországon kell, hogy legyen magyar népzenés, néptánctanítás a művészeti iskolákban. Ez is megvalósult. Hát még egy dolgot szerettem volna megcsinálni, a főiskolát a Kodrájval. Minden elő volt készítve, minden meg volt, tanárok meg voltak. Hát mi akkor egy kicsit összezördültünk, azt nem jött össze ez a dolog. Nagyon sajnálom mai napig, mert nekünk kellett volna ezt megcsinálni. Abban az új formátumban, szemléletben, hogy én ezt szerettem volna még megvalósítani az egyetem során, de ezt most majd a különböző kiadványaimban már az Európa tánctörténetében meg fogják ismerni a közönség, a Facebookra már kitettem egy párat, hogy ismerjék meg, hogy mi ez a kultúra tulajdonképpen, miért olyan fontos ez, amit mi képviselünk, és micsoda hatással van ez a mi a fiatalságunkra is, és én még szeretném, hogyha megvalósítanánk, hogy visszahatna Európa fiatalságára. Igen. Tudnék, ez a kontinens kultúra, ami van, amit mi örököltünk. Mi őriztük meg a társadalmi fejletlenségünk okán, ha úgy tesszük, ami nagyon szomorú, de így van. De ugyanakkor ennek legyen most az a haszna, hogy adjuk vissza ezt Európának, mert nem tudják, milyen kultúrájuk van. Igen. Ha mi fiataljainkkal megszerettettük, és én tudom, hogy az ő fiataljaikból is mennyien szeretik ezt, hisz tanfolyamokat rendeztünk valamikor a 70-es években, és füzettek azért, hogy ezt a magyar kultúrát megtanulják, akkor nagyon komoly bevétele volt ennek az országnak ebből. Most, hogy van erre lehetőség az országnak, a vezetésnek köszönhetően, hogy most a diaszporába mennek ki már állam
segítséggel, hogy tanítsák a diaszporában lévő magyarokat, nagyon nagy örömmel Brazíliától, Kanadáig, Finnországtól, Franciaországig látom, hogy mennyi csoport van, és milyen élvezettel tanulják. A japánok. A japánokban számtalan tánccsoport ugyanúgy táncolja szegényes, mint itt, pedig nekik aztán nem sokkal is jelközik. De Európa fiataljai, amikor mi kint jártunk, és meglátták ezeket a táncainkat, vastagra törtek ki, mert látták ezeknek a képeit, a Rijksmuseumtól kezdve a Uffizi képtárig minden, hogy ott vannak. Ezek valóságosan az 1500-400-as évekig viszonylag lehet látni a képeken. Hiteles források vannak erről, és hiteles írások, hogy ezek a kultúrák ott léteztek. Ráadásul. És nagyon élveznék ezeket. Mi természetesen közvetítéssel, szászok, németek, stb. A telepítése során ezeket a kultúrákat megtanultuk, mi? Őriztük, és hát ez ennek köszönhető, hogy ma népművészetmestere címeket adunk. Mielőtt innét folytatjuk, viszont 1995-ről kell, hogy beszéljünk, mert azt hiszem, hogy nagyon sokat tettél azért, hogy a táncház épülete megvalósulhasson, és saját otthona legyen az Albarégia Táncegyüttesnek. Ez egy hosszú folyamat volt, és voltak háborúskodások, aztán végül csak elindult, és megvalósult. Hát ez egy hihetetlen, a Jóisten tenyerén hordozott minket végig, úgy gondoltam, engem meg biztosan. A lényeg az, hogy mindenki szűntek meg a műs intézmények, mi megépítettünk. Nonsense helyzet volt teljesen, de az az igazság, az is igazságtalan volt, hogy általunk belakott, és több 50-es évektől ott dolgozó együttes, kirakjanak az utcára, hangsúlyozom, a püspök úr akkoriban az nagyon segítette, hogy maradjunk ott. De a vezetés nem ezt akarta. És így nem ott maradtunk, hanem a Mátli Ferenc köztársaság, akkor nem köztársaság elnök, akkor még kulturális miniszter volt, segített 36 millió forinttal, hogy megvalósuljon. És 54 millió forintból megvalósult. Nem sokat kellett hozzátenni a megyének akkor, hogy ez megvalósuljon. És akkor sok embernek az önzetlen segítőkész munkáját, nem tudnám felsorolni azt a sok embert támogatót, aki mind segített, hogy megvalósuljon. Nagyon egy irányba mozdult akkor mindenki, a megyeváros vezető is szerencsére. És hát a világ csodája, aki idejött fesztiválról, ugye itt volt a világ 5 földrészről, azok ámultak és bámultak a táncházunk láttán, ámultak a kultúránk láttán, hogy mi van itt. Ilyen nincs, ezt nem hiszik el, hogy éppen ebben a nagy szegénységünkben mi ezt meg tudtuk csinálni. Igen, egy fantasztikus történet volt, és azt hiszem, hogy szívdobogtató ma is. Mint ahogy szívdobogtató az is, hogy azért sikerült a teljes Kárpát-medencét feltérképezni népi kultúra címmel. Hiszen ne feledjük, hogy itt a Mezőföld szívében élünk mi, és hát a magyar népi kultúra táncai is nagyon sokrétűek, és el lehetett indulni a segítségetekkel délre, Felvidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély. Azt hiszem, az egy csoda. Hát úgy, ahogy említettem az elő, hogy visszahagyományozni Európán, Erdélynek mi hagyományoztuk vissza a kultúráját. Amikor én ott voltam gyűjteni, akkor fiatalok menekültek ettől, levetették a ruhájukat, jöttek át Magyarországról. Aztán, amikor meglátták, hogy ezeknek a pestieknek, mert akkor nekik mindenki pesti volt, mondanom se kell, és ezeknek a pestieknek, ha ez jó, akkor nekünk is. Ma már turizmust csinálnak belőle, hogy a saját falvaikba tanítják azokat a táncokat vissza a Európából oda sereglepnépeknek, mert most már sokan mennek oda tanfolyamra. Persze átjártak ide, még visszatanulták, becsülettel végigjárták a tanfolyamokat, főiskolákat, és akkor visszamentek. Hát a Pávai Pistától kezdve sorolhatnám nagyon sok embernek a munkáját, aki ebben benn van, meg az ottani fiatalok, akik annak idején elindultak Kolozsvárhoz, az együttesekből, azok mind ma már ott vezető szerepet játszanak ebben, és ott összegélyék, és nem akarom most végig sorolni mindenkit. Nem tudom, Könzei Csaba nagyon jól teszik a dolgokat,
vissza tudtuk hagyományozni, amit már ők majdnem elfelejtettek, mint ahogy mi is a táncszázmozgalom hoztója vissza. Most még Európát kéne megcélozni ezzel, hogy ugyanúgy meg lehetne csinálni, az európai fiatalokat kéne megszólítani ezzel, hogy legyen egy olyan képzés, tanfolyam, valami, ami sok fiatalt érdekelt. Mondom, ha valamikor fizettek ezért, hogy megtanulják. Nem tudta meg, mi érdeke van abban, ha nem magyar, hanem éppen egy francia, vagy egy svéd, vagy egy finn. Miért? Hát a finnek, a Gazdag Béla voltából, aki jelzem, ebben a kult megkapta a finn nagykövetségtől a magyar aranykeresztet, tőlünk meg a magyar kultúra a lovagját elismerést 60. születésnapján adtuk át itt a táncházba a Bélának a kult, a Finnországba, úgy megtanította ezeket az embereket a magyar táncokra, hogy ugyanúgy táncolják, mint amilyeink. Igen. Nagyon fontos, hogy a szakmai sikerek, elismerések mennyire erősítettek meg téged, mint művészeti vezetőt, illetve a tánccsoportot, hiszen meg annyi fesztiválon értetek el fantasztikus sikereket. És bár azt mondják, hogy nem az elismerés, az igazi elismerés a közönség tapsa, amiben nem volt hiány, de azért ez is nagyon fontos. Hát ha én végig ebben hittem a családnak a szentségében, a közösségnek a szentségében, ennek az építőt, ez csak egy közösség, ez egy számtalan formája van a közösségépítésnek, ugye a sporttól kezdve, még művészet is. Tánc hihetetlenül tud közösséget építeni, bármelyik ága. Biztosan szeretik, összejön a közösség, mindent megtanítható ezeken az is, ismereteken keresztül, ha jól csinálják. Mindent át lehet adni, nevelni lehet a köszönéstől kezdve a táncudáson át a műveltségig. Nagyon fontos, hogy megemlítsük a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivált, hiszen ez egy új dimenziót adott augusztus 20-ának, Szent István ünnepének. Szent István? Szent István ünnepének a Királyi Napok Néptáncfesztivál. Ja, hát az igen, én Királyi Napoknak ismerem ezt az ünnepet, természetesen Szent Istvánhoz kötődik, hisz azért van augusztus 15, azért 20 között volt ez az ünnep, mert hogy Szent István ünnephez kapcsolódtak. És hát nekem azért a szívem csücske csak azok a főtéri előadások voltak, amikor a lelke volt ennek a dolognak, amikor úgy fogalmaztak a barátaim a Budapesttől, mintha Brüsszelben lennénk, olyan ez a főtér, és olyan a hangulat ennek az egésznek. Tehát olyan gyöngyszeme volt ez akkoriban a dolognak. Hát ez a kicsit a csirigeti változat nekem már nem az a legszebb változata a dolognak, de ez, hogy valamit azért sikerül Székesfehérvárra. Ugye onnét indult, hogy amikor összehívtak bennünket, vagy amikor, hogy kéne valamit csinálni ebben a városban, mert üres a város. És akkor bedobtuk ezt a fesztivál dolgot, hogy mi megcsinálnánk. Ez is sokáig tartott, még elfogadták. És ebből egy csoda lett. Aztán egyre jobban fogadták el. Az első 5 évben mi nem kaptunk egy támogatást. Ekkor ehhez én a Németországtól, az IBM-től, a Philips-től, az OTP-től, nem akar sorolva végig az összes támogatót, Karsaitól. Ezek támogattak abban, a Boda János és mi ezek, hogy megvalósítsuk. Kedvezményekkel, támogatásokkal, pénzekkel, és csak összehoztuk nagyon kevés pénzből, hihetetlen sok önkéntessel, és ez az önkéntes csapat egy egyedülálló csapata volt ennek a városnak. Büszke volt, aki ott lehetett. Megsértődött, ha nem tudtam már fogadni. Mindenki oda akar tartozni. És ez minden évben egy ünnepe volt, nagyon 20 éven keresztül. Így van. És most pedig, még beszéljünk a személyes elismerésekről. Én azt hiszem, hogy nagyon sok elismeréssel büszkélkedhetsz. Ez megerősít téged, hogy az az út, amit te elkezdtél, és amit végigvittél, az másoknak is hasznára szolgált? Hát ezt nem szeretném végigsorolni. Az az igazság, hogy mind a megye, mind a város szinte valamennyi kitüntetését, elismerését megkaptam. Az országban is elsőként kaptam meg a Csokonai díjat, az egyéni. Ja, szóval nekem ebben nincsen hiányérzetem, és nagyon büszke is vagyok rájuk természetesen, de leginkább a tanítványokra, akik hát
nagyon-nagyon sokan, nem tudnám az ő nevüket se végig sorolni, mert a műsoridő nem lenne elég hozzá. Nagyon sokan, ezekre vagyok büszke, akik végigcsinálták velem, végigküzdötték, és természetesen a sok táncosra, akik hittek bennem, hittek az egészben, és olyan lelkesedéssel tették végig a dolgokat a piciktől a szeniorokig, hogy ez azt hiszem, hogy mindig megelégedéssel tölt és örömmel nézek vissza a múltra. Búcsúzóul azért említsük meg, mert hogy ezt nagyon-nagyon várom én magam is, meg szerintem a néptánc rajongók nem különben, az Áttáncolt életek a Királyi Városban címmel történet a Központi Táncegyüttestől a Fejér megyei Népi Együttesen át az Alba Régia Táncegyüttesig. Ez ugye 1949-től 2024, 75 évet ölel fel ez a kötet. Hát én nagyon remélem, hogy ez megvalósulhat. Nagyon remélem. A kéziratom készen van, most egy rövid változatait a Facebookon megjelentetek, hogy meg tudjam győzni azokat a fontos embereket, hogy miért fontos ennek a művelődés történetnek szakasznak, amit Székesfehérvár történetében ez a táncügy, mások is, de a táncügyet én képviselem, ezért arról beszélek, megvalósított és tartotta, vitték a hírét a városnak, a megyének, az országnak. És olyan fajta elismeréseket szereztünk, hogy eljutottunk az Európa-díja, a népművészetért Európa-díjat megkaptuk, amit nem sokan kaptak meg. És hát eznek meg kell jelenni. Ez egy művelődési, történeti, nem az együttesnek csak a történetéről van szó, hanem beletartozik minden. A táncház, a táncház mozgalomtól, a központi táncegyüttestől, az Alba Régiáig, a királyi napok, a külföldi járásunk, hogy vittük a hírét a világnak, amikor olyan nevek volt, úgy neveztek bennünket, kint voltak a plakátok, hogy hunnó, finnó, cigánó, nem akarom mondani. És lett Alba Régia, a táncegyüttes hatalmas öles plakátokon. Szóval, és hogy Székesfehérvár nevét is, hány helyen és hogyan, én nekem megvannak az újságcikkeim, a plakátjaim, a minden, amit összegyűjtöttem az 50 év alatt, ennek fontos része a város történetének, meg kell, hogy jelenjen, hát ha nem én majd valaki, de én megírtam minden esetre. És ezt köszönjük, és köszönjük azt az 55 évet is, és természetesen még fogunk beszélgetni, hiszen hosszú ez az ünnepi év, és hát köszönöm, és várjuk mindenképpen, és beszámolunk róla. Most köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőink, az Alba Régia Táncegyüttes 75 évéről beszélgettünk Botos Józseffel, aki több mint fél évszázadon át, pontosan 55 esztendeig vezette művészeti vezetőként ezt a csapatot, amely méltó hírnevet ad nekünk, a népi kultúrának, Székesfehérvárnak, hazánknak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.